Vagy így. Köztaci, szóval akkor előről. Igen, ott kezdtem, hogy jó estét kívántam minden egyes és kedves és mindenféle tankos kollégának. Ez akkor most is megtörténik, és begyakoroltam a pacsit, hogy hogy látszik ezen az oldalon, hogy átraktuk a minimap véget a másik oldalra. És ennyi, eddig jutottam szerintem, aztán megláttam, hogy írtátok, hogy nincs hang. Kösz, kösz. Jó, csak mert már nem tudom, melyiket kell mutolni, meg melyiket nem, de most már rájöttem, most már meg lesz. Azért tudom, hogy nehéz dolog összerakni fejbe, de azt mondom, hogy most így harmadik, negyedik nekifutásra végül talán sikerül. Talán. Na, györmekek, mi vagyon, mi vagyon, mi vagyon? Azt mondja, hogy van nekünk egy olyanunk, hogy nincsen már gravity mód, ugye? Erről tudunk sokat beszélni. Viccelek. Igen, valószínűleg ez a hétfő nekem nem indul túl, hogy is mondjam, erősen. Ja. Úgyhogy azt hittem, hogy még ma van gravity, de nincs. Úgyhogy ezért is néz ki így a borítógép, mert már újat csinálni nem nagyon volt idő. Megerőse. De legalább ez őszinte. Na, értitek. Egy kis clickbait van benne. Nem baj. Véletlenül csúszott, ez van. Jó, lényeg, hogy azt mondja, hogy akkor ugye gravity nem lesz, fogunk menni különböző tankokkal, különböző módokba, úgyhogy majd, hogyha lesz tankérés, még nem most, hangsúlyozom, még nem most, lesz egy pár tankérés, egy ilyen 4-5-6, ami szerintem így belefér a mai streambe, írjátok meg, hogy milyen tankkal, és milyen módba. Jó? Ezt szeretném majd kérni. Ugyanakkor ma van a Huawei akcióknak az utolsó napja, úgyhogy lévén, hogy ez egy támogatott tartalom, nyilván erről is fogok beszélni, és most meg is teszem. Szóval, na, bocsánat, csak valami a torkomon akadt, és ez nem a Huawei akció volt. Tehát, hogyha valaki szeretne költeni a játékra, és belefér neki, az most 50%-os kedvezménnyel megteheti ezt, így a Huawei App Gallery jó voltából, ugye, annyit kell tenned mindössze, hogy megkeresed a játékot a Huawei App Gallery-n belül, rányomsz egy nagyot, vagy akár már ott alatta is, ugye a keresés alatt is kinyomja a kuponokat neked a játék neve alatt, rákattintasz, és már tudod is használni fizetési mód kiválasztása után, és utána elvileg a pontokat is be lehet gyűjteni. Most ez a hétvége előtt nem működött, nem tudom, mi a helyzet vele, írtunk miatt a aktuális Huawei-es terület isnek, de hát, hogy is mondjam, hogy érdembeli választ nem kaptunk, de ugye ma úgy is vége lesz az akciónak, szóval nem tudom, hogy sikerült-e megoldaniuk. Az a baj, hogy ez csak a vásárlás után derül ki, hogy ez a működik, ez a pontbegyűjtés, vagy nem, ebbe ez a ciki. Úgyhogy aki emiatt venné, vagy csak így venné egybe a csomagot, hogy 50% kedvezmény, meg ugye 30% az első vásárlásra, az ne tegye, mert nem vagyok benne biztos, nem tudom nektek garantálni, hogy működik. Úgyhogy a Huawei akcióról ennyit. Szerintem teljesen egyértelmű a dolog. PC-ről is elérhető, Androidról is elérhető. Korábbi videóimban, vagy egyik korábbi videómban az első Huawei-es
EU-s blizzdöntős videóban elmondtam, hogy hogy működik, illetve hát végiggörgettük ezt a Blues Texas sztorit. Ott külön ez a pontbegyűjtéses történet is megvan, de az nagyon egyszerű, vásárlás után elérhető egy ilyen kék Agree feliratú sáv jön fel. Itt az Agree-re kell kattintani, és utána pedig, ahogyha az megvolt, akkor pedig kijön helyette egy ilyen sárgás-narancsos felirat, vagy hát háttérrel, fehér betűvel egy felirat, hogy claim, és arra kell rá kortintani, és akkor meg is van a cucc. Na! Gyurmó live-ol most. Nem is tudtam. Basszus, egybe húzni meg nem tudom, hogy kell, ahhoz teljesen fongyos vagyok, szóval. Vagy nem tudom, egyetlen lehet-e, vagy mindegy, hagyjuk. A lényeg, hogy nem tudtam, nem. Nem beszéltünk az öreggel. Azt hittem, hogy most ő teljesen el van fogyva. Na, de tök jó. Arreltog, ma megint ez a téma. Tier 1-et kérjetek, gyerekek. Ja, Istenem, na, jönnek a trollok. Jaj, a szememből. Cyber Monday, igen, benne is van ugye a borítóképbe, ez is így igazából az újdonságok része lett volna. Úgy terveztem amúgy, hogy úgy kezdjük el a live-ot, hogy kicsit beszélünk a newsról, jó? Tehát, hogy aki nem nagyon tud angolul, vagy nem igénye nézni a newst, de valaki másnak a szájából szívesen meghallgatná, hogy miről szólnak az aktualitások, annak szívesen gyorsan lefordítom, és akkor tudunk róla egy kicsit beszélni, kibonthatjuk a témát, ti is hozzátesztek, én is hozzáteszek, ez egy ilyen 5-10 percbe terveztem, és akkor utána tankozgatunk, jó? Na, azt mondja, hogy tesztelik a gift store-t, tehát a ajándékboltot, így, te ne legyél hangos, légy szíves, az ajándékboltot a játékon belül. Tervezitek, srácok? Komolyan? Azért ez nem semmi. Ugye erről már beszélgettünk, hogy ugye 14-es a játék, akkor kezdődött el így a nagyon a leges legelejéről a sztori. Most van 21, tehát ez testvérek között is 7 év, ha jól számolom, ugye. És de akkor legyen csak mondjuk 6, még az is azért, tehát az se kevés. És akkor most gondolkoznak az ajándékbolton. Jó pofa, jó pofa. Tehát ezt már tényleg legutóbb megbeszéltük, hogy ugye a PC-s verzión ez már benn van az elejétől, vagy hát nem is tudom mióta. 5 éve biztos, de az a játék is 10 éves, vagy 9. Tehát, hogy túl nagy differencia nincs a két játék között időben, mégis itt meg most tesztelik. Ugye egyszer volt benne, annó azt tudjuk, hogy elrontották jó csúnyán. Tehát ezt kreténebből nem is lehetett volna megoldani. Olyan tankot raktak bele a sztorba, amik különleges tankok. Majd elvették, majd visszaadták. Kompenzáltak is mellé, tehát teljes káosz volt. Na mindegy. Menjünk is tovább, hogy mit írnak. Igen, a következő hónapokban tesztelni fogják a store-ban a már meglévő, hát ugye itt tudjátok, itt a kosárkánál tesztelni fogják az ajándékozós sztorit. BHFC-re most köszönöm, nem. És akkor the test group of players will see on the banners of some models. Értem, tehát most nem is bedobják a szerverre, hanem lesz egy pár játékos, gondolom, akik már alapból is teszterek, akik úgy teszterek, hogy korán jelentkeztek rá. Az mindegy, hogy mindegy, ne is menjünk ebbe bele. Jó, látni fognak egy ilyen készfogásos jelet néhány bundle-re. Ja, hogy nem is tudsz mindent ajándékozni. Oh! Érted? Nem is fogsz tudni mindent ajándékozni, vagy bármit, amit szeretnél, hanem lesznek majd ilyen készfogásos jelek, és akkor azzal tudsz majd ajándékozni. Amik ők meghatároznak.
Ez... Jaj, Istenem, jaj, Wargaming! Igen, ez azt jelenti, hogy egy másik játékosnak tudod ajándékozni ezt a csomagot, hogyha azt jelet látod. Igen, a friend listről ez gondolom fontos, mert a havernak kell lenni ahhoz, hogy tudja ajándékozni. Oké. A kedvezményezett látni fog egy üdvözlő üzenetet egy kártyával, amit ki tud bontani ajándékként a tesztelés alatt. Igen. Ó, elnézést kívánok. Akkor, na, legalább ennyi. Na, ez mondjuk egy tök jó, korrekt dolog. Azt mondja, hogy a tesztelés alatt az hogy ezek a fajta ajándékozási lehetőségek egy kis csoportjának a játékosoknak, igen, jól mondtam, azt hiszem, de lehet, hogy nehéz most már nekem a magyar így estére, lesz elérhető, véletlenszerűen válogatják ki a legaktívabb, az utóbbi időszak legaktívabb játékosai közül, hogyha jól értem, ez nem így egy utóbbi időszak. Hát de gondolom, ugye erre céloznak ezzel, vagy asszociálnak. Mert hát a leginkább aktív az nyilván a utóbbi időszakra vonatkozik. Oké. Okay. És akkor compensation az az of the test group. És akkor elvileg valami kompenzációt, vagy hát valami ajándékot is kapnak majd ezek a játékosok, akik tesztelik a ajándékboltot a karácsonyi időszakra. Aztán kérdés, hogy ez most csak a karácsonyi időszakra kerül be, mert ugye láttunk már olyat. Vagy volt is bent, kétszer volt benne a gift store amúgy? Volt egyszer bent valamelyik évben, nem csak a karácsonyi időszakra, vagy valami ilyesmi volt. Azt hiszem, pont tavaly talán? Na mindegy. Jó, de akkor ezt miért kell megint ezt? Na mindegy, lehet, hogy a készfogás jel az ugye egy hiba lehetőség. Na, mindegy, ne vessük el, ez komoly dolog. Ja, hát ez csak a bullshit része már, tehát hogy ugye, hogy ezek a restrictions, mondta, pont nem jut eszembe, hogy mit jelent, mindegy, de lényeg, hogy ezek a tesztelések igazából segítik őket a jövőben, ha minden jól megy, akkor egyre több és több játékos lesz képes élvezni a ajándékozás örömét idővel, és hogy nyilván ugye mindig posztolnak erről, fenntartják velünk a kapcsolatot, és küldik az infót ezt illetően, és hogy mi is maradjunk velük, illetve kövessük a híreket. Oké, okay. Szuper, amiről még akar a Cyber Monday-ről, nincs egy külön news amúgy. Ez érdekes. De amúgy van ilyen Cyber Monday offer, van. Aha, ezt mindjárt megnézzük akkor. Na, Maxi leírta a chatre a lehetséges ajándékokat a megfelelő személyeknek. Igen, nekik amúgy nagyjából én is hasonlókat tudnék küldeni. Vagy például esetleg egy bödön fingocskát, nem tudom, amúgy hallottatok erről? Ez pont a Balázséknál Moment reggel, meg már 2-3 napja téma az interneten is. Hogy ugye azt hiszem egy cseh youtuber, egy hölgyemény, eladja a pukijait. Vödörbe, bödönbe zárva. Ilyen kisebb, kis üvegekbe. Nem tudom, ilyen 0,3-as, 0,4-es üvegekbe. És elvileg már 30 millió forintot keresett vele, képzeljétek el. Azért az meleg, nem? Én meg majd, nem tudom, lábkörmös földet fogok árulni.
és akkor így az ilyen humus extra. By Huawei. Nem tudom. Elképesztő, mik vannak. Na, de nem akarok ilyen közéleti cuccokba belemenni, csak szerintem nem baj, hogy hanem csak a játékról beszélünk. Dani, ne haragudj, nem tudom, mire célzol. Ha ezt le tudnád fordítani arra a szintre, amit így ma este én fel tudok fogni, az tök király lenne, mert akkor tudnék válaszolni. Nem tudom. Ezek már a gyerek, Geri, ez már például egy olyan kérdés, ami... Istenem, srácok, na, maradjunk a témánál. Lehet, az is kínai fing, nem? Made in China. Jó, Istenem. Na, azért az lenne a legkomolyabb. Na, nézzük, mit rejt itt a Cyber Monday nekünk, mert ugye Black Friday, Black Week, hallottam olyat is rádióban, hogy Big Black Friday, tehát ez szerintem amúgy a legvége, a legalja a Black Friday-s megnevezéseknek. Minden van, Black Week, Black November, most akkor itt van a Cyber Monday is, ez is kell, ezzel is nagyon jól jár. Tehát, a november erről szól, hogy jól jársz, nagyon jól jársz, csináld. Van nekünk itt egy ilyen csomagunk, csupa American, no, azt hittem, de nagyon nem. T-34, AT-15, SU-100Y, 5000 gold ér. Wow! Ebből a csomagból a legjobb az a két kamó. A lilán villogó, meg a lilán sárgán villogó. Az a baj, ezek a prémium tagok, hogy picit talán lejártak. Így a... Hogy is mondjam, nem annyira meták már. Ettől függetlenül lehet, hogy idővel buffolni fogják őket, mert mindig idővel ugye buffolnak, nerfelgetnek tankokat, így próbálják fenntartani a balanszot. Ahogy sikerül, van, hogy nem. Ezekre a tankra igazából mindegyikre ráférhet egy buff. Talán ami a SU-100Y, ami úgy tierjében, tehát tierre leosztva megállja jól a helyét, vagy úgy kiemelkedő tud lenni ugye a nagy alfa miatt, meg a különleges lőszer kiosztás miatt. A T-34 sem rossz, de nagyon sokkal jobb tank van már azóta TR8-ban, vagy hát könnyebben használható. Van itt egy E25, na, és akkor az 5000 gold volt, tehát amúgy nem egy rossz offer, de annak tudom esetleg ajánlani, akinek tényleg nincsen semmilyen prémium tankja, és most összevideózgatta, itt gondolok ezekre a videókra, összevideózgatta ezt az 5000 vagy a körüli goldot, vagy nyitott mellé esetleg valamennyit. Annak tök jó, annak szerintem szuper, mert akkor van így három prémium tankja, három tierben ráadásul, tehát egyikkel nem megy, akkor tud tiert váltani. Az egyik ugye forgótornyos, a másiknek ugye a AT-15-nek elég nagy a vízszintes kiterhelhetősége, míg a SU-100Y-nak pedig egy minimális vízszintes és függőleges kiterelhetősége van, de marha nagy alfája, pláne tierhez képest, és ez 5000 gold. És tényleg ezeknek a játékosoknak tudnám ajánlani, kicsit így a prémium tankokba is belekóstoljanak, meg hát nyilván, hogy tudjanak haladni a játékkal, és tudjanak farmolni. Például a T-34 azért jó sok buffot kapott, tehát elég pontos, nagy az alfája, nagy az átütése, jól lehet vele farmolni, picikét lassú ez elé talán meg számomra. Szerintem annyira a heavy-ket, mint tudjátok, de egy jó tank így összességében végül is. Tehát mondom, picit kint vannak a metából, de lehet velük simán jól játszani. E25, E25, 2490, lehet, hogy akkor már ezekkel megyek, srácok, ha nem bánjátok, és akkor megmutogatom a bulit. E25, 2500 forint, és srácok, fú, ez is ment az ára szegénykére, pedig az ennyire nem rossz. Ennyit ér, ha valakinek ez nem... Ennél olcsóbb karácsonykor se lesz, ha csak ki nem nyitod ingyen valahogy. És még mi van itt? Gold ajánlatok, szuper.
3 black box, 50, ez amúgy jó ajánlat. Aha. Figyelj. Az a baj, hogy pénzbe kerül, ezért nem javaslom feltétlen, de amúgy megérős. Mert ugye az 50 gold boosterből legrosszabb esetben is jön 500 gold, hogyha mind az 50-et vereséggel nyomod le, mind az 50 csatát, ugye? Mellé van 2500 gold, az már 3000 plusz 3 black box, amiből mit mondjuk, nem tudom. 200 aranyat, meg 4000 free XP-t, sacra. Meg két premium certificate-et. És akkor ugyanezek a blackboxos, aranyos és gold boosteres csomagok vannak még följebb tornászva, ugye a legnagyobb az 15k gold. Amúgy ez mondjuk a Huawei kuponnal marha jó, szerintem. Mert akkor ez 9790 helyett, sőt Huawei-en olcsóbb is, tehát az mondjuk ilyen 8000 forint környéke mondjuk, az osztva 2-vel 4000 forintért kapsz 15000 goldot, és 250 gold booster, meg 10 black boxot. Ez mondjuk egy elég jó offer így egybe. Ja, de a kuponnal pláne. Igen. Mik vannak még itt lejjebb? Ugyanez? Jó. Akkor that's it. For the Cyber Monday, legalábbis ajánlatok tekintetében. Nézem a chatet egy pillanat, csak a haszontalan adáimat hagyj nyissam ki, meg a haszontalan speciális dolgaimra hagyj kattintsak rá. Szuper. Szuper. Azt mondja, húha, megindultunk. Na, ezt levágott szakálszőr. Jó ötlet, nem rossz ötlet. Figyelj, szerintem a körömmel összekavarom. Eltartósítom valahogy. Valamilyen masszába vagy zselébe. Esetleg valami mézes kalács zselébe, nem? És akkor egy karácsonyi. Na, tessék. Karácsonyi szőrhajdú. Kösz, Krisz, az ötletet. Jó ötlet. Figyelj, hát ezzel lehet keresni. Van, amit nem olvasok be szívesen. Tudod a linket, haver, nyugodtan, de majd valaki más megnyitja, és elmondja, miről szól, mert én nem tudok oda koncentrálni. Ja. Tényleg aznak mi volt a neve? Az a Blitz... Az a blitzes Mikulás, az mi volt? Vagy ez karácsony volt? Amikor lehetett menni azon a pályán, amire különbe tudtál lépni a játékból. És akkor szerezted a apróságokat napról napra, ilyen tiszta ilyen adventi kalendárium volt. Ja, most már így összeraktam, hogy Gergő is lett, hogy így három komment kellett, hogy egyszer felfogjam. És mit írt a Dani, hogy hívták azt a módot? Ja, igen, ő se tudta pontosan. Igen, nem tudom, hogy az visszajön-e. Dani, sajnos nincs ilyen infóm. Reméljük, hogy valamilyen formában jöhet, mert tök poén volt, ja, tényleg, tehát... Régen volt, van itt olyan, aki régen hírozott? Híroz 2, 3, 4 főleg szerintem, meg még az 5 is talán. Igen, 5 is, az is jó volt, az 5 is emlékszem arra. Na hát igazából olyan jellegű volt ez a tankos, modos lépögetős, ugye ilyen kicsit ilyen taktikai feelingje volt neki, jó pofa volt. Jó tetted, Bandris. Igen, jó, tehát tényleg én ennyit. És szerintem ahhoz is lehet használni a kupont. Úgy meg 1250 forint az E25. Tehát annyit simán ér. Spicca legjobb nyilván, ez nem kérdés.
Holiday Shop with Christmas Gifts. Ez volt, visszakerestem a news-t. Minimap nélkül persze. Úgy ér valamit. 3, 2, 1, 7, 7. Fú, gyerekek, olyan kódokat nyomtok a chatbe, nem tudom, miről van szó. Krisztián, nem értem. 3, 2, 1, 7, 7. Fekete Sheridan, arra gondolsz? Nem tudom. Na, van 6017 Mystery Box, megnyomjuk. Nem biztos, hogy meg akarom. Még meglássuk, hány nap van rá, vagy eldöntsem ezt a nagy. De inkább a karácsonyi eventre hat küldeném, de gyűjteném a goldot. Tudom, hogy abban nyithatok 100 000-et is, de nem bízok benne. Na, onnan kezdjünk, a rossz részétől, vagy a jó részétől? Egy is, kezdjünk lentről. Suszáz Y. Szép zöld. Lehet rá tenni. Jaj, hát így nagyon szép lesz a szovjet doboz. Kiosztást látjátok? Ugye itt az a különbség, hogy nagyobb a... Hát az alfát mondok inkább. Azt mondja, hogy ugye van neki egy alaplőszere, tehát olyan, mint az ISU 130, ha esetleg valakinek megvan. Ez például egy tök jó koncepció lenne szerintem, így magasabb tierek felé is elindulva bizonyos tankokon. Tehát, hogy van egy alaplőszered, egy viszony, elég nagy átütéssel mondjuk, itt 6-os tierhez képest, tehát ez 7-esbe is átvisz mindent, 196-os, ehhez 460-os alfa van, és van egy gold lőszered, amivel kisebb az átütés, viszont magasabb az alfa. Ugye 25-tel kisebb az átütés, ugyanúgy AP lövedék, ez egy speciális alaplőszer fajta, ami ugye itt most prémiumnak, vagy hát a prémium helyét foglalja el, mégpedig azért, mert magasabb az alfája 60-nal, tehát nem 460-at lősz átlagba, nem az az alfád, hanem 530-as az alfád. HL-vel ugye 65-ös az átütés, ott pedig 600-as az alfa. Lehet használni átütés növelőt, de nagyon keveseket ad. Ugye ez azért van, mert alap, tehát AP, bocsánat, AP, nem heat egyik lövedék se. Nem ilyet, ugye nem 20%, csak 10%-ot kapsz az átütésre, tehát szerintem nem éri meg. És a HE átütése pedig nem olyan nagy, hogy megérje rá használni. Úgyhogy emiatt inkább a töltésgyorsító, mert az meg 1 másodpercet dob le a 15 másodperc újra töltésünkön. Jobban megéri úgy. Érdekes. Ja. Fekete sárkány, igen. De a legjobb a csontsárkány volt. Meg a vámpírok. Az beteg volt. Az a baj, hogy annyi téma jön fel, meg hozok fel hülyeségeket, és ti meg olyan gyorsan tudtok rá reagálni, ráadásul mindenki másikra, hogy nem tudom, miről van szó. Szovjet tündék, hát a Kovácsolt most, GB. Tényleg most ő is újra streamel, azt hiszem. És nagy nagyobb idő kihagyás után. Visszatért. Az öreg. Jó, helyes, helyes. Na, hát most ez egy kicsit bátor megmozdulás így, de ugye látjátok, tehát tier 6, és abból is csak 3 van, úgyhogy megmerem azt lépni, hogy ide bedobom a skatujás dobozt. A nagy skatujásat. És akkor valahogy varázsolok magamnak gendepet, de nincs szembe senki. 1, 2, 3, 4, 5 tank van a bal oldalunkon. Ergo az a T67-es az ott valószínűleg el fog tűnni. Kaptam egy spotot, azt nem tudom, hogy igen. Arra kell majd figyelni, hogy balról ne tudjanak fájdalmat okozni nekem. Az a baj, hogy így a map control teljesen el fogjuk veszíteni, és ide kényszerülünk ebbe a sarokba.
Húha. Ez így nem jó. Balunkon is nagyon jönnek. Na neked kéne oda följönni, drágám. Igen. Jó kis caviet adjuk. Most a következő célpont a kávé egy lesz, és utána én. Na most. Nem, ez nem az a nap, ami nekem jár. Ne engem lőj, köszönöm. 5 másodperc, jaj de jó. Azt kéne kitálni, hogy ez a kis drága titán merre néz. Talán őt is el lehet kapni. Hát, szóval... Ej, de csuda volt ez a lövés, te! Ezt már elég lett volna kiházni, és ezt elrontottam el, de... Ups! Miért tűnnek el a... De most miért tűnnek el a tankok? Na, vicceskedek, ezt kapom az évet. Kettőt már lőttem. Te mi lenne, ha nem engem akarná megölni? Édes Isten, ez most komoly, ez teljesen komoly. Vágod? Hát a Suszáz Y-nak nem ez lesz a legjobb meccse. Normandy igazából egy elég kétélű fegyver. Én nem szeretek hátul maradni itt ezen a pályán a legtöbb esetben, úgy mondjuk 80-90%-ban egy tankkal sem. Ezért jöttem előre, meg azért, mert mondom, saját tír volt, de nagyon legyalulták a többieket fentről lefele. Nekem meg volt 3 misszem is, azt hiszem. Az a baj, hogy ez tipikusan egy olyan tank, a Suszáz Y, hogyha kiélezett a csata, akkor egy lövést sem misszelhetsz. Tehát egyszerűen nincs hiba lehetőséged. Minden lövésnek be kell menni, és ez nem mindig rajtad múlik. Hol van az a... itt? Egyszerűen nem megy a beszéd és a koncentráció. Hoppá, ki van véve előszerdikhoz. Azt miért vettem én azt ki? Tier 7-es, várjál, hát beállítjuk valahogy így. Kebelagold, sajnos, vagy nem sajnos. Megnézzük így, mert várjál, nem tudom mi az átütése, nézzük meg. Az AT-15-nek. 171, 239. Az jó. Akkor, hát, vagyis hát úgy jó, hogy hogy átütés növelő nem kell, jó a töltés gyorsító, viszont kell bele gold. Mert 171-es AP-val egy darab tier 8-as heavy-t se fogsz bőtni frontból, csak az ilyen, nem tudom, T-34, esetleg T-32 hasa, de az is necces. Milyen 8-as heavy-k vannak még? Vannak bőven Cérna, azt is beütöd, MVU-nak talán a hasát, VK45, azt is már buffolták, azt se biztos, Tigert sehonnan, IS-eket sehonnan, alaplőszerrel beszélünk továbbra is, Action X hasát, hasak, susz, jó, 50% bárhol, hát igen, has és kupola, ennyi töltésidő, 3,54, az jó, az szép. Nézzük meg! Kiosztást látjátok? Robbantsuk a bulit. Hello, hello, sziasztok! Újdonság! Vagyis... Üdv az újaknak, ezt szerettem volna mondani. Igen, ez így van, Gergő. Suszáz 52 és a KV2 imádja a Suszáz Y-t. Húha, sokan leszünk gyerekek. Picit lejjebb megyek akkor. Ugye az AT-15-ös Tier 7 verziója nagyon jól páncélozott. Tehát én azt mondanám, hogy... Hogyha össze kéne hasonlítani, jó, van szuper, a 8-assal, így páncélozottság tekintetében, saját tirem belül, akkor ez a tank mindenképpen jobb. Saját tierében páncél mennyiségre. Becsapósabb,
Talán pontatlanabb, de hát általában ez így szokott lenni, ugye, hogy a alacsonyabb tierű tankok azok pontatlanabbak is. Talán azt meg lehet fogni tracken, nem? Szomorú vagyok. Hát, hogy kárba most megindulni. Hát nem annyira nem, mert ezt az E25-öt ki lehet kapni, erre visszament. Most kapok egy 400-est, nem. E25 szeretne elmenekülni. Én meg nem szeretném, hogy elmeneküljön. Akkor mellé lövök, nagyon jó. Erre most nem akarok foglalkozni, nem muszáj. Inkább ezt a tigrist meg kéne műteni. Árelünk. Elfogyott, az nagyon klassz. Ott van egy M4 FL10-es. Hogy saját tírbe dobja ezt az AT15-öt, akkor szerintem még azok a játékosok is tudják vele élvezni a játékot, akik alapvetően nem szeretik a lassabb tankokat, vagy a TD-ket. Mert ezzel aztán lehet darálni. Azt gondolom. Jó, hát szerintem ne lassúzzunk. Yeah boy, ennyi érte track. Csúszás közben még egy track, nem most egy engine. Nincs esélyed. Semmi. AT-15 ellen. Viccelődsz, mulatozol. Vége. Hússzal megy ugyan, de tényleg egy mozgó erőd. Igazából a Tier 7-nek a T-95 tankja nevezetű csodája, mert tényleg olyan jól van páncélzom, hogy dönthető a páncél, tehát jobb a páncél kialakítás rajta, mint mondom a Tier 8-as verzióján. Ugyanaz a jobb a tűzerő, de hát azért jobb a tűzerő, mert Tier 8-as páncélzat viszont az tényleg itt igazi erődemonstráció, azt hiszem önmagában is. Isten. Ne kelljen már üldöznöm ezeket a kis csutka Jancsikat. 222, mekkora alfája van ennek? Előbb is feltűnt valami 235-ösről. Ezt növelték, ezt lebuffolták. Jó. Kapta 6, erre mondja azt. Azt a gamer nyölv. Az már nem halt. Na, ott beleszalad a késbe, vagy... Vagy nem, de ugye jól lenne bekepelni. Oh shit. Kicsi hátra, kicsi szamba hátra. És akkor most ki kell nézni. Most biztos, hogy ki kell nézni. Most leesett a spot, gyereki. Így van. Hallod, ezek jönnek. Ja, jó kis cséphadaró. Így lehet vele ostort csattogtatni az arcukon. Hoppá, micsoda hirdetések kerülnek itt be a streamre. Meg szeretnék kérni egy admint, hogy távolítsa el az XYZ nevezetű csúnya dolgokat hirdető úriembert. Köszönöm. Köszönöm még egyszer. Szóval ja, a saját térben egy igazi vadállat. Meg tiltsuk már le ezt a XYZ-s Jancsit, jó? Köszönöm szépen. Ilyen se volt még. Lehet, hogy nem kellett volna. Na mindegy, hagyjuk is ezt a részét. Jó, tehát akkor azt mondja, hogy volt nekünk itt egy 600Y-nk, egy AT-15-ünk,
és akkor még van egy T34-es és egy E25, menjünk tierenkénti sorrendbe, tehát akkor E25 kiosztást látjátok. Nehéz jól kiosztani. Jó lenne, hogyha mondjuk lenne még plusz 20 lőszer ebbe a tankba. Tudom, hogy annó ezt már növelték, tehát ez már növelt verzió, mert régebben mennyi volt, ebből összesen volt 40, azt hiszem. Vagy lehet, hogy csak 35. De... Ja, meg tudom, hogy buffolták az ágyúját is. Ugye APC-t meg hitet kapott, akár 275-ös átütésig is fel lehet menni, de elég a 250 szerintem azért. Pláne úgy, hogy most akkor itt 194 alapátütésünk. Igen. És ugye azért tényleg az E25 semmi más nem szól, mint a DPM-ről. Oda mész és pumpálod, vagy leginkább nem mész oda és pumpálod. Olyan, mint egy AT15 funkcióját, vagy hát ágyúját tekintve, viszont funkcióját tekintve teljesen más. Tehát egy igazi bokorharcos, rejtőzködő kis tank, de ugye azért is, mivel egy nagyon pici és nagyon alacsony tankról beszélünk, ha megnézitek, tehát mondjuk eddig ér egy E25, eddig egy Panther, más tank mellé oda tudsz állni, anélkül, hogy rád látna legtöbb esetben. Nagyon jó példa ezeknek a KV3, KV4, ilyesek mondjuk már rád látnak szerintem, meg ott nem is a jól látsz az oldalról, oldalsó felületből. A tanknál ott pont a réteget részt dobja az ágyúba, azt hiszem. Úgyhogy ez nem a legjobb megoldás, de magasabb német, brit tankoknál, magasabb szovjet tankoknál nagyon jól lehet vele darálni. No, saját tír, végé szeret. Eljövünk ide a viszonylag szabad felületre. Úgy az a baj, és nem baj, de továbbra is alacsonyan csík vagyunk. Tehát csinálunk egyet, hogy ezt a kettőt itt ő bontjuk. Elbújunk, hogy ne kapjuk be a blindot. És várunk egy spotot. Hát ha lesz valami, jó, vagy én spotra várok, de igazából ez nem fog megtörténni. Értem. Kellemetlen. LTTB. Neki is csak szólni kellett, aztán jön. Hogy valami elkapja az... Ó, te jó Isten. Na jó, nézzük, hogy megbirkózok-e. Hárommal már nem szeretnék. Kettő még meg lehetett volna amúgy. Majd megyünk még egyet. Kettő meg lehetett volna, de így, hogy már négy volt, így nem. Szerencsém volt a AMX-12-es, elég bénál jött, meg ki is gyulladt, ugye? Ezt érdemes előlőni ott az első tracknél, ott könnyen kigyullad az AMX, pláne hogyha az oldalát találjuk el így a tanknak. Jó, addig megyünk egyet az amerikai kollégával. Megmutatom, hogy nem kell játszani. A E25-össel, de hogy őszinte legyek, nem számítottam ennyi tankra, jobbra. Bíztam benne, hogy ha már eddig nem volt spot, akkor csak nem jön onnan ennyi. De jött. De jött, úgyhogy ezt benéztem. Ez van. Ezért nem maradjatok soha egyedül egy flanken. Még gyorsabb tankokkal sem mindig megérős, ha csak nem vagytok futásra készen. Könnyen be lehet szívni. Hát amúgy goldra talán annyira nincs szükség. Talán ilyen kiosztásban szerintem. Na, most vannak mögöttem, úgyhogy tök klassz. Jó van itt, egy 8-as jó, meg egy 50 TP, ami lefárasztatja az arcunkat.
Gyere, gyere. Mint látjátok, azért fontos a jó öreg T-34-es. És jön közben, hogy pecset, ezt meg lehet ráhelyezni. Kimenjek itt, most kimegyek. Egyszer élünk. Probléma lesz itt, hogy... Jaj, kaphattál volna egy ilyen nagyobb taslit. De jó. Nem kérem. Köszönöm. 4-1. Becset jön mögém, igaz? Igaz. Alig várnak, szívem. Alig várnak. Van még neki egy. És tényleg már csak egy volt. Jaj, mi van itt még? Mi jön még? Három harminc, ez nagyon gyér. Gyere 50 TP, mert nem bírok itt már. Oké. Ez komoly volt, szóval forgás közben. Hát, ez így nehéz. Semmi gond. Igen, biztos? 007-es. Komoly lesz. Egy ilyen jó kopa szereplés után, ahol egy csoportból öten vannak és négy csapat jut tovább, hát azért az nagyon komoly bajnokság, tehát az akkor egy versenysorozat, hogy mindig maradjunk a tankok mellett. Szerintem ez a defeat is amúgy tök jól bemutatta a T-34-nek a erősségeit. Le tőle tornyozni, nagyon jó pontos az ágyúja, úgyhogy nem egy rossz deal lesz tényleg, ami bent van, sőt. És ugyanakkor az E25 is megéri. Mondom, gyűjtőknek vagy olyan embereknek, akik már régóta vágynak egy E25-ösre, na jó, elmegyek orra, fújj egy pillanat. Hóval azt mondottam, éppen ott tartottam, hogy gyűjtőknek, vagy olyanoknak, akik már régóta vágynak egy E25-ösre, vagy egy ilyen jellegű tankra, azoknak tökéletes választás, és tök jó akció, mondom, pláne így a Huawei-es kuponokkal, amiket az Upgallerin keresztül értek el, és a játék rákeresése után alatta már ki is dobja az 50%-os kuponokat, erre csak rá kell kattintani, és akkor már lehet is vele hadakozni. Ezzel kapcsolatban ugye van még pont visszatérítés is, de az nem tudom, hogy működik-e, mert a hétvégén nem működött, és nem kaptunk visszajelzést, mondom el én magam nektek még egyszer a mai napon. Jó, úgyhogy a Huawei Aguadrivel kapcsolatosan ez a helyzet, meg az E25-tel, és megyünk vele még egy kört, azt ígértem. Azt ígértem, viszont akkor nem lesz most ma már tankérés. Sorry, nem fogok beleférni semmilyen időmbe. Jó, hogy ő is kapta? Biztos? Ja, jó, szuper.
meg se lepődök, mindegy is. El kell fogadni. Fasz futball. Franc. Vesző futball. Messi is valószínűleg ezt mondta a legutóbbi 3 hónapban. Vagy 4. Na. Ugye magasabb tierben vagyunk, itt ráadásul 5 darab 8-as is van, érdemes hátul egy kicsit várakozni. Pláne ezen a pályán, tehát tényleg ez egy igazi kempelős pálya. Legalábbis, hogyha TD-vel vagy, akkor gyakorlatilag kötelező ezt a pozíciót elfoglalnod, vagy esetleg azt. Igen, az is elég szomorú volt. Lewandowski sajnálom azért szerintem járt volna neki egy, de hát sokan vannak azért így, akiknek járt volna egy. Azt hiszem ez a lista ez hosszabb, mint azok, akik megkapták. Az ellenfél eléggé beszorult egy darab sarokba. Érdemes elindulni, hogy láthatjátok, hogy gyakorlatilag ott vannak, hiszen... Hoppá! Mire kimondom. Felbukkan egy isú. Szerintem azt elintézik. Én azzal nem is foglalkozok. Inkább tovább kéne menni. Ott egy Tiger 2, mik vannak még? Isú 152, az nagyon tud fájni. Ferdinand az eléggé mérsékelten tud fájni. Revo az annyira nem tud fájni. Mondjuk a vasok minden nem is marad. Hát ez marha jó. És akkor figyelj, a 252 mindjárt felever a hegyről. Igen. Gyulladj, 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 2,7-es töltés, ott van, gyulladj, gyulladj, gyulladj. Ennyi. A Ford csokok a nyálamban. Úgy akartam a segget, igen. Uhú, jön a Ferdinand! Jön a Ferdinand! Nem jön a Ferdinand. És még kap egy tekket meg a csöpzést. Micsoda, mit tud ez az E25? Su, ne öld meg magad, még jövök. Nem lőhetsz meg, nem lőhetsz meg. Ez. Csak 1400 nem is, de egy igazi kis funny kör volt itt a végén. Nem több lesz a gyújtás miatt, talán plusz 300. Ja, 1009, wow! Hát nem egy nagy összeg. Úgyhogy még mindig magasabb szerintem, mint az átlagom vele. Mert hát ez még, mikor először bekerült a sztorba, még akkor vásároltam meg, az sem a volt, 2015, max 6, igen, ezzel van egy pár csatám, igen, 2004-93, gyakorlatilag 2500, utána jött be a Type 62, és akkor ezzel a kettővel mentem. Én amúgy úgy tanultam meg játszani játékkal, hogy ugye nagyon tetszett ez a Stug, Hetzer, Stug, a Jagdpanzer 4, a J-Panther, ezek nagyon tetszettek, és ugye mindig azt játszottam velük, hogy fogtam, kinéztem valamit, valakit rámentem, aztán küldtem neki a DPM-et, és akkor így mindig így lehaláztam az ellenfeleket, akkor bejött az E25, aztán mondom, ezt kitalálthatok a vágyamat. Mikor mész 90mm-es T49-e, az sajnos az másik csatorna szintén. Nem tudták volna odaadni neki jó szívvel. Mi az a 70%-os csoda itt? Micsoda ajánlat.
Huge profit, enjoy the huge profit. Hát ez is ilyen félárás buli. Tök jó, amúgy. De én most, hogy őszinte legyek, én semmit nem költöttem. Így a... Vagy hát jó, egy avatárt vettem, amit feldobott, de ugye csak goldból. Tehát én most csak goldból költöttem. Volt a szerencsém, hogy bemaradtak ládák, ugye abból lett most goldom. Amúgy nem vásároltam semmit még. Nem is akarok, hogy őszinte legyek, mert most, ha tehetem, nem költök a játékra. Na, mit akarok még? Igazából megbeszéltük a Cyber Monday-os tankokat. Megnéztük az újdonságokat, beszélgettünk egy pici közéletről, vagy online világról, ahogy tetszik. Elmondtam, hogy miért nem lesz Gravity most, mert elfelejtettem nyilván mi másért. Megyünk még egy 25-öt. El is rá lehet rakni izét. Hallod, ha nagyobb ez a izé. Ez a kék kis szar rajta, mint a tank. Várjál már. Van az a fekete kamó, vagy nem fekete, hanem az a kéken villogós lopikula, itt van felül. Á, nem elég sötét a tank így. És ebbe? Hát az sem jó. E 25-re basszus, nem tudsz fekete színű kamót rakni, max szürkét, mert... Ó, van ilyen csomag? Ja, 5400-as. Ó, annyim nincs. Illetve most nem is játszok annyi ratinget, mert már megvan, ugye most két hónapos a rating, és megvan már az 5000 pont, úgyhogy nem érdekel annyira. Tankestén ez is mekkora jó volt, mikor bekerült még annó. Na, jó, még egy E25. Még egy E25, aztán szerintem elbúcsúzkodok én tőletek, csak még a végére. A végén még mutatok egy holvás pont visszatérítést, meg BlueStacks-es bulit szerintem. Hogy akkor ebben a videóban is benne legyen. Na, hát ez például nagyon nem megy E25 favorit pálya. New Bay ugye eléggé városi mapnak számít, ahol nyilván a TD-k, legalábbis pláne az ilyen alacsony DPM TD-k kevésbé tudnak érvényesülni. Én most arra gondoltam, hogy eljövök spotolni egyet. Ide. Max lövök egyet. Kettőt. De nem nagyon vagyon itt az ellenfél. Ha csak nem várnak be sabdába, esetleg akkor kerülni lehet egyet. Ugye az E25-en nagyon klasszul lehet flankelni is. Alacsony sziluettje és óriási tempója okán. De hát nagyon pontos is a tank, de gondolom ezt nem kell bemutatnom, ezeket a német kiskaliberű ágyukat, azt a trackjénél, hogyha elkapnánk, nem sikerült, de ne állj be elém, te, fúj, te, fúz. Megszórjunk Golda, hadd szóljon. Mi van itt közel? Szép volt Progetto. Amellé, hogy sikerült beállnod elém. Még csináltál magadnak ki negatív. Én is nagyon rosszul éreztem magam öreg. Oké. Okay. KV3, VZ 120 egy helyen.
nézzük, hogy mit tudunk közel hatban. Oh shit man, ez nem az, amire én most vágyok. Lőjön csak szét téged, testvérem. Na azt a habi hát. Úgy sincs damage-em. Kérek egy kis habi hát. Hogy lehet lepattani a 25-ről? Pláne most el is roppattanok. Na ezt most elkaptuk Drekken. Ennek vége. Istenem, hogy ki a morekeli ez az autista, aki arra volt jó, hogy blokkolja a lövéseket, meg hogy tologasson. E25-től is sokszor csak rohansz a damage után amúgy, mert nem tudod eldönteni, hogy el tudsz-e indulni arra, inkább nem mész el, mert megkapod a fókuszt, akkor gyorsan vége, ugye mint az első körben nekem, aztán utána meg lemaradsz. E25-től nagyon kell tudni, hogy mikor, merre, hány métert haladhatsz előre, hogyha ilyen és hasonló szituáció van. Nem volt, akkor biztos minden. Azt gondolom, hogy ja, aha. Jó van, srácok. Mondom még egyszer, aki goldba szeretne fektetni, mert én amúgy csak azt javaslom most, így az 50%-os kuponnal azt tegye, még ma megteheti, Huawei Upgrade-en keresztül. Aki PC-ről nyomja Android helyett, az a BlueStacks alkalmazás segítségével tudja mindezt megtenni. Én most csak itt lepörgetem, hogy miképp, ezt most nem szinkron tolmácsom, legutóbb megtettem, de úgyis látjátok itt a feliratokból, hogy miután mi következik. A lényeg, hogy most már nem csak Androidról elérhető az Auguri, hanem ugye PC-re is letölthető, így ezzel a BlueStacks nevezetű alkalmazás segítségével. Gyakorlatilag ugye letöltöd ezt a programot, azon belül megnyitod a Google Chrome-ot, és akkor úgy tudod letölteni az AppGallery-t, utána azt hiszem, hogy le kell tölteni egy még egy másik alkalmazás, ez a PressOnMe talán. Igen, ott is belogolsz utána HMS-re is, vagy oda regisztrálsz Huawei ID-val, és akkor ezután tudod letölteni, és akkor mehet a buli. Elvileg így működik. Hogy őszinte legyek, opp, ugrik az iPad. Én nem próbáltam még ki PC-re. Nekem ezt a manuált küldték, hogy ezt érdemes mutogatnom, és akkor így könnyebb mindenkinek. A pont visszaszerzés az pedig, vagy beszerzés, begyűjtés, behálózás így működik, ahogy itt látjátok ebben a pici kis grafikonban. PowerPoint jellegű prezentációban kiválasztod az adott csomagot, amit szeretnél, ugye fizeted, nyilván itt már kuponnal tudod fizetni, vagy hát egy részét ugye kuponnal, 50%-os kupon, a másik részét ugye a megfelelő tranzakció típussal, vagy hát payment method, nem is tudom magyarul, fizetési formával, és akkor utána pedig úgy kapod vissza a pontokat, hogy a fizetés után, miután sikeres volt fején ez a kis felirat mellette nagy kék agree felirattal, arra kattintasz, és akkor tudsz claimelni. Még egyszer mondom, ez a hétvégén és pénteken nem működött, remélem, hogy ma már működik, elvileg tettek lépéseket az ügy érdekében, de nincs semmi pontos info. Kitölt meg az FCM? Nem maradtam. Úgyhogy a Huawei upgrade-es akcióról ennyit, ebben a hónapban ez most így nézett ki. Meglátjuk, hogy karácsonyra mit hoznak a srácok. Szerintem azért lehet nagy dúroktatásra számítani. Ami pedig ezután jön majd a jövőben, és vagy
Nézem, hogy van itt valami jövőre vonatkozó info, nem nagyon. Hát ugye jön majd egy új Battle Pass, ez tuti, a hó elején, ugye ez a karácsonyi tavaly ugye Rudolfka volt. Csodálatosan nagyszerű, elképesztően kreatív. Tavaly ugye ő volt a Battle Pass-tánk. Ez még egy, hogy is mondjam nektek, korai kivitelezés volt, hiszen a Battle Pass az azt hiszem egy éve megy, talán. Egy éve biztos. Tehát azt hiszem, hogy tavaly szeptemberről indult el ez a sztori. Úgyhogy ez még csak a harmadik, negyedik vagy ötödik Battle Pass tank volt. Szeptember, október, november, december negyedik volt akkor. Azt hiszem, így satszra. Idén valami kevésbé, hogy is mondjam, karácsonyhoz köthetőre számítok. Amit nem baj, hogy a karácsonyhoz köthető, csak most őszintén ki megy be ezzel most egy random csatába? Nem azért, mert csúnya, hanem azért, mert ronda. Na. Azért voltak itt már nagyon szép kollektor tankok, de ezt már beszéltük is, hogy szerintem például az Agent nagyon el lett találva, Upanzer is tök jó, ötletes, szépen van megcsinálva, az ilyen Triumphant meg Thunder, ezek annyira ilyen, ugye a Thunder volt az első ilyen átvezető time killer bullshit tankok, ez az Explorer is tök jól néz ki. Ez is poén, a Dreadnought a GC-ből. Mi volt még? Ox, ez is ilyen átvezető tank. Ez az RL, drónos RL is szerintem óriási poén. Nagyon jó kitalálták, meg ez a Titán is jó. Meg ez legalább nem egy izé. Bármilyen másik hatos csak átkollektorosítva, hanem egy tényleg egy új tank, egy új sziluett, egy új forma, egy új fajta festés vagy motivum rendszerre, tehát hogy ezek tök jól ez tök jól ki lett találva, meg a többi másik két titán se rossz, innováció. Az ilyenek, amik finomak. Úgyhogy erre lehet számítani decemberben, szerintem még nagy Huawei akciókra biztos, hogy lesz róluk videó. Ígérem nektek, hogy fogok csinálni videókat a szponzoráción kívül is. Tudom, hogy ebből a legutóbbi időben nagyon nagy hiány volt a csatornán. Rajta leszek, jó? Ez tényleg első számú célom és prioritásom így decemberre, hogy adjak valamit. Úgyhogy közben azért nekem nem igazán adnak, mert az azt jelenti, hogy akkor ti fontosak vagytok, legalábbis ez szerintem egy visszajelzés részemről is felétek. Ezen rajta vagyok. Karácsonyi event lesz ugye majd decemberben biztos. Én megint valami bolondságra számítok, tehát gondolok itt arra, hogy goldban, pénzben, free XP-ben valami elszabadulsz, hogy lesz, úgyhogy gyűjtsétek, hogyha ki akarjátok húzni a dolgot, de ugye szerintem ugyanaz lesz a lényeg, mint ami a Black Friday eventnél is volt, hogy az újdonság drága, irreális áron van, szinte megszerezhetetlen, legalábbis normál átlag vagy az adatkereső fizetésből élő emberek számára, plusz nem tudom ki az, aki erre akar költeni ilyenkor, tehát hogy vagy belefér, szóval hogy nem biztos, hogy ilyen téren, sőt, én biztos, hogy nem lesz ilyen téren újítás, tehát hogy tök sok minden meg fogja majd érni, biztos, de viszont az újdonság az nagyon drága lesz, és mondom, valószínűleg szinte megszerezhetetlen kategória. Na, majd meglátjuk. Az biztos, hogy tavaly 5 millió free XP kellett ahhoz, hogy kihúzd a cuccot. Nyilván szerencse is, mert ugye százalékos esélyek voltak ott, nem tudom minek a dobására, hógömb, azt hiszem, ugye ez megy már egy pár év, ez a hógömbös sztori, és valami 50 ezer gold környéke, úgy átlagba. Úgyhogy lehet gyűjtögetni. Bőven. De szerintem ezt valaki tiltsa már a gyerekek, létszik, mert itt valaki nagyon behúzta XYZ-t, aztán támad. Pár túlóra kell majd, igen, Krisztián. Hát, ha beírják, ugye?
Rossz mulatság. Karácsonyfa? Nem tudjuk, mikor lesz korád. Nagy voton van, nálunk egyszer volt. Tudom, hogy tervezik. Ja, igen, tudom, Krisztián, te már bespájzoltál a dologra. Ja, hát igen. Én még, hát FreeXP-ből kész vagyok, Goldból kéne még valahogy. Szia uram, szia Lajos. F1 VB cím érdekel? No, úgyhogy srácok, már ennyi. Tényleg, én köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mondom, decemberre ezek a célok, vagyis a előrejelzések így részemről, amit szeretnék. Meglátjuk, hogy milyen formában jön össze, mert a témákat még nem tudom. Biztos, hogy lesznek aktualitások, ugye azokat én nagyon kedvelem. De próbálok majd, ha lesz rá idő, meg kapacitásom, ilyen régebbi témákkal is visszatérni. Tudom, hogy nagyon szerettétek a tankák bemutatós sztorit, ugye itt Tier 5-től azt hiszem mutogattam őket, vagy 6-tól, ahol már úgy karaktere volt a tankoknak. Lehet, hogy az is lesz. Tudom, hogy mire fogom rászállni magam. A lengyel ágról mindenféleképpen lesz majd, mert az aktuális. Többit meg mög látjuk. Na, ide érte a végére, Lajosom, látod? Nem siettél, nem volt ez egy polpozíciós kör. Na mindegy. Komad, most nem értem, amit írtál. Azt még lefordított szívesen válaszolok, hogy miket árul, vagy nem értem. Vagy a izére gondolsz? Spammelős Jancsira? Esik a hó. Nálunk nem. Ja, persze. Az lesz. Csak úgy lehet meg a karácsonyi event. Másképp nem. Ennyi. Na jó, srácok. Tényleg nem húzom tovább. Tudom, hogy a végén mindig nehezen búcsúzok el, mert olyan nehéz tőletek elbúcsúzni. Meg nem szeretném abba hagyni mindig, de hát ilyen ez. Ezzel a kis Rudolfal itt elbúcsúzok tőletek, jó, ő is integet. Sziasztok! Köszönet mindenért, hogy benéztetek, itt voltatok, figyeltetek, hallgattatok, kommenteltetek, minden egyéb csodálatos dolog, amit megtettetek. Legközelebb jövünk, jövök, mert egyedül vagyok, mármint, hogy itt a szék előtt, és akkor az már december lesz, jó? Úgyhogy következő hónapban találkozunk. Addig is nyomtassátok a bulit, ha újdonság lesz, hozom, jó, és megbeszélünk mindent is decemberre a karácsonyra kapcsolatban. Jó ét, jó tankozást, jó pihenést a holnapi munkához nyilván, mi egymás. Köszi, puszi, pápá, sziasztok, hello, 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 hello.